Amikor a kisasszony szomorú volt, egy dalt énekelt nekünk, emlékeztek? Énekeljük mi is el. Lépte rózsák egy kis macska bajsza, rézkat nagyapjósá, régi es fajta. Masni egy kis nyoma kék sinekén, ilyesmi dolgokat szeretek én. Krémszínű panik. Mália kisasszony, egy-kettő gyerekek mehettek vacsorázni. Úgy ment el, hogy el sem köszönt, még a gyerekektől sem. Igen, hibáztam. Kérem, bocsásson meg. Miért tette? Az most nem fontos. És meddig szándékozik maradni? Csak addig, ameddig nem találom új nevelőnőt. Itt vagy, drágám, mindenütt kerestelek, azon gondolkodtam, mit veszek neked más ajándékból. Elza, legyünk őszinték önmagunkhoz, felesleges ezt folytatnunk, nem vagyunk egymáshoz valók. Nem mondj semmit, én is gondolkodtam sok mindenen, és rájöttem, hogy tényleg nem te vagy az igazi számomra. Nekem egy olyan férfi kell, akinek igazán kellek, vagy ha már nem is én, akkor legalább a pénzem. A veled töltött időt nagyon szerettem, de ha most megbocsájtasz, akkor visszautazok Bécsbe. Ja, és ebből az ifjú hölgyből soha nem lesz apáca. Elnézést, megzavartam valamit? Nem, semmit. Jöjjön le. Tudja, két dologról is konfrontíroztam magamban. Arról, hogy miért ment el a kolostorba, és hogy miért jött vissza. Volt egy teljesítendő kötelességem, amit most teljesítek. És persze hiányoztak a gyerekek. Csak a gyerekek? Semmi más? Nem. Nem is örül, hogy hiányoztak? De örülök, csak azt gondoltam, hogy talán... Minden úgy megváltozott, amint elment, és félek, ugyanilyen rossz lesz, hogyha ismét elmegy. A bárónő majd biztosan rendbe hozza a dolgokat. A bárónő nem hoz rendbe semmit, ugyanis felbontottuk az eljegyzést. Sajnálom. Sajnálja? Lehetetlen, hogy az ember elvegyen valakit, hogyha közben valaki más szeret. Ezt nem tehetem, igaz? Apáca főnök asszony, azt szoktam mondani, hogy ha az Isten bezárja az ajtót, valahol biztosan ablakot nyit. És még miket szokott mondani a főnök asszony? Hogy keressük az élet célunkat. Ezért jöttél vissza. Légy a feleségem! Istenem, igaz ez, vagy csak álmodok? Igen, leszek a feleséged. Igen!
Istenség a Jézus Krisztust. Az én nevem Laura, 18 éves vagyok, 12. osztályban járok turizmus és vendéglátás szakon. Idén fogok érettségizni. 12 éve élek a Dévai Szent Ferenc Alapítványnál, és Vajdahunyadról származom. Vagyok, 7. osztályba járok, és van két húgom. Jó estét kívánok, az én nevem Márta Nagyalka, 12 éves vagyok, 6. osztályos, 3 vagyok testvérek, Csíkszeredából származok, és már lassan át lesz a 8. évem a Dévai Szent Ferenc Alapítványnál. Jó estét, Buzám Giulia vagyok, 12-es, 17 éves, szintalapban apáca vagyok, szeretek táncolgatni, és most fogok érettségizni, szoktam tanulni. Jó estét kívánok, én László Sándor vagyok, 10. osztályban tanulok turizmus szakon vendéglátást és élelmezést. Immáron 12 éve élek a Dévai Szent Ferenc Alapítványnál a húgommal, és a hobbim a színjátszás. Jó estét kívánok mindenkinek, a nevem Papp Szilárd, 17 éves vagyok, én is turizmus szakon tanulok vendéglátást és élelmezést, Sanyikának az egyik osztálytársa. Én is 12 éve nevelkedem a Dévai Szent Ferenc Alapítványnál, öcsimmel együtt. A célkitűzésem leérettségizek, és egyetemet befejezem. Jó estét kívánok, én Buzám Grácia vagyok, 11. osztályos természettudomány szakon. Hát szeretek olvasni. Estén, kicsit tessék, az én nevem Stan Robert, 18 éves vagyok, turizmus és vendéglátást tanulok 12. osztályban, az idén, vagy jövő évben fogok kérettségizni, remélem sikerül is. Növeztem a bajszomat, a hobbim, hát a tanulás, szoktam gördeszkázni, és ja, szeretnék menni közgazdaság egyetemre, Kolozsváron, az az érettségültemben. És egy vágyam van, az, hogy minden vágyam sikerüljön. Jó estét kívánok! Papp Balázs vagyok, 10 éves és 4. osztályba járok. Jó estét kívánok, dicsértessék Jézus Krisztust! Papp Csongor vagyok, 17 éves, ez a 9. évem a Dévai Szent Ferenc Alapítványnál. Hargita megyében Székelyudvarhelyen születtem. 11. osztályba járok, matematika, informatika szakon. Heten vagyunk testvérek, én vagyok a második legkisebb. És hát, körülbelül ennyi. Éves, 6. osztályos, 3-an vagyunk testvérek, ez lesz a 4. évem a Szent Ferenc Alapítványnál, és hobbiban szeretek rajzolni, olvasni, játszani a kisebbekkel. Jó estét kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztust! Az én nevem Fábián László Emese, 13 éves vagyok, 7. osztályba járok. Lassan 8 éve nevelkedek a Dévai Szent Ferenc Alapítványnál, 6 testvéremmel, amúgy 9-en vagyunk. Szeretek rajzolni, pihenni, amit nincs. Vagyok
Cikei Erika, 6 éves, most ment idén a 0. osztályba, és nagyon szeret játszani. Jó estét kívánok, dicsérteske Jézus Krisztus! Én Csángos Mária Izabella vagyok, 15 éves, 10. osztályos, természettudományt tanulok. Lassan ez lesz az 5. évem a Dévai Szent Ferenc Alapítványnál. Az egyik bátyámmal élünk ott. Amúgy 7-en vagyunk testvérek, 6 bátyám van, ott az egyik. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt lehetünk és végignéztek minket. Dicsértessék a Jézus Krisztust! Én Varga Mária Zita vagyok, még pár napig 17 éves. 12. osztályban tanulok turizmus és vendéglátás szakon. Jövőre a Színművészeti Egyetemre szeretnék felvételizni. Van 3 húgom és 1 öcsém. Szeretek táncolni, énekelni, és körülbelül. És mivel mindjárt itt a karácsony, szeretnék önöknek elénekelni 2 karácsonyi dalt, és ezzel megköszönni, hogy eljöttek és végignéztek. Egy apró álom, kínos szül, de csó.
szirénásból szól átfogott. Írta az anyakának egy levelet, lepjen meg sok-sok gyermeket. Tapsol a kutyám, és jaj, de jó, sapkával lepked a télapot. Ilyenkor hozzá nekem azt a gombot, és már tavaly nem hoztam el, és a nájkó cirkulát is. Jó estét, Szent Karácsony, az egész nagy világon, mindenkinek azt kívánjuk, legyen szép, mert átcsapáljuk, még pár nap is jön az angyal, nagy hófehér szárnyakkal, hoz nekünk sok boldogságot, a falá ajándékom is. Van a tél és fentről esik a hó, csilingel a fákon a télapó, fazékban rotyog a káposztak, a kalács is mi van ragasztva. Mindjárt a szakállas télapó, hoz nekem vonatot, jaj de jó. Hó ember táncol az udvaron, létezik angyalka, úgy bizony. Estét, Szent Karácsony, az egész nagy világon, mindenkinek azt kívánjuk, legyen szép karácsonyfájunk, még pár nap is jön az angyal, nagy hófehér szárnyakkal, hoz nekünk sok boldogságot, a falá ajándékot is. Kedves gyerekek, az angyal már megérkezett, hiszen van még egy ajándékotok, át fogják adni, a Németh László diák tanácsa szervezte az ajándékozást, fogadjátok szeretettel, nem tudom most igen, ebben a percben meg is kapjátok az ajándékot, Ákos szervezte, fogadjátok szeretettel. Még egy utolsó dal következik az ajándék után, hogyha egy kicsit is tudom. Csak fogjál le a